retro partizánok. Nosztalgia hétvége a 60-as, 70-es, 80-as évek Magyarországára jellemző járművek márka klubjaival. Nos, hát hogyha kiveszem a felvételből azt a nem túl szépséges létrát, akkor mindjárt meg is mutatom, hogy mik azok a szerkezetek. Ez például itt egy barkaz, ami ezen a kiállításon csodálatos hatásmértő módon megtekinthető. Ha már barkaz, akkor legyen a lút kövér, ugyebár szívem csücske a trabantozás, és ez a sor itt mind-mind trabantokon alapul. És még mindig trabant, majd pedig a zöldséggel elkezdődik egy Warburg. A továbbiakban pedig a Fiatok fognak tüneményeskedni ebben a bolyban. Aztán a hangár további részén, ami egyébként a debreceni gördülőcsapágy művek volt területén, illetve a terület még megvan, maga a művek várza, ami megszűnt, egy ekkora hangárban van megrendezve az a szépséges autókiállítás, amelynek mi résztvevői vagyunk. Az udvaron még további csodák jeleskednek, ez itt úgymond az elit stand, amiben hát, na, vegyek úgy, a Velorexek után saját járművem is megtalálható, lévén az még mindig a Trabant Expedíció jelenlegi járműve, vagy üzemben tartott járműve, ugyebár az Ocarina elnevezésű 6-os számú példány. Nagyon szépen sikerült kiállítódnunk, tehát minden olyan felszerelési tárgyat homoktól fertőzötten és szennyezetten elhoztunk magunkkal, ami egyébként így a csodaszép felkészített és kiglancolt autók közé tökéletesen nem illik. A Skodától a Zaporozhecen vagy Zápor Jóskán keresztül következnek a Moszkvicsok beállításai, a túloldalt a Skodák fényeskednek, és ezzel zárom mai soraimat. Holnap még vasárnap délelőttől egészen 16 óráig nyitva van a kiállítás, és sok szeretettel várlak benneteket a megszokott föliratommal, hogy a világjáró Trabant első részét, azaz a könyvem megjelent első részét szívesen rátok ruházom itt, egy jelképes adomány ellenében. Természetesen üzemel továbbra is a Trabant Expedíció Facebook oldalunk, valamint megtekinthetitek ezeket a röpke szösszereteket a Trabant Expedíció YouTube csatornánkon is. Köszönöm a figyelmeteket!